Dehogy nem. Jó estét! Mivel a 8. kerületben történt meg az elkövetés, így ideállítottuk elő az elkövetőt. Itt vagyunk a 9. kerületi rendőrkapitányság térfigyelő helységében, ami közel 10 éve pásztázza Ferencváros utcáit és különböző pontjait. De én nagyon kíváncsi vagyok, hogy pontosan hogyan is működik ez a rendszer. Ez a rendszer 27 kamerában működik jelenleg Ferencvárosban. Itt, mint látjuk, kollégák a térfigyelő által közvetített képeket nézik, és amennyiben jogsértést tisztelnek, akkor rendőri intézkedést kérnek a kint lévő szolgálatos állománytól. A mi munkánkat nagyban segíti, a közterületen elkövetett szabálysértések a kamerarendszer tudja rögzíteni, visszakövethetőek, utána nézhetőek, dokumentálhatóak. Közösen látjuk el a közterület felügyelettel. Ez nagyon előnyös, hisz ha a kamerán bármilyen jogsértést látunk, legyen a szabálysértés vagy bűncselekmény, akkor is el tudunk járni. Akkor most nézzünk egy példát. Az autómmal a Bokréta utcai kamera alatt zebrán parkolok a járművemmel. Mi történik velem? A kolléga bent a megfigyelő szobába rögzíti ezt az eseményt, onnan a kamera rendszeren keresztül egy szabálysértési eljárást indít. Az észrevételtől számítva mennyi idő alatt tudnak érkezni a helyszínre? Ez percek kérdése. Lehet, hogy egy 24 órára, de leülünk és várjuk, hogy hát ha történik valami. Hogy szerezted meg a kulcsot a trezorból? Nekem volt. De honnan? Honnan? Megpróbáltam ezeket az aksikat, csak nem jártam sikerrel. Gyere másfél óra. Hát negyed óra csak az, hogy átszarcolj. Dehogy nem. Jó estét! Itt ő foglalkozik itt a Boráros téren kifosztásokkal, nyaklánc kitépésekkel, illetve egyéb ilyen erőszakos bűncselekményekkel. És akkor most hogy nem lett felszállítva? Van ügye, több mint valószínű. Csak egyikben sem körözik, illetve nincs letöltendő, hogy éppen vagy bírósági, vagy ügyészségi szakban van neki egy ügy, amiben még nem kapott ítéletet, vagy de van egy olyan nyomozó hatósági szakban lévő ügy, amiben még nem idézték meg, és arra nem jelent meg, tehát nem körözik. Lehet, hogy tartott ő is attól, hogy körözik. Nem tudta, mert úgy nézett ki, hogy tart tőle. Tehát ő nem volt ennyire beteg, mint amennyire mutatta. Előállítjuk őket 8. kerületi kapitányságra.
Most tipikusan ezt a graffitis bűncselekményt, szabálysértést fogtunk el. Két fő, akik ugye festékszóróval, illetve filccel, színes alkoholos filccel összefirkálták itt a üzlethelyiségek kirakatait, illetve a háznak a falát. A 8. kerületnek az ülőúton van kihelyezve térfigyelő kamerái, amely alapján látták magát a cselekményt is, illetve hát az elkövetőket. Tehát tőlünk függetlenül jelent meg a 8. kerületnek a járőre is. Mi a 8. kerületben történt meg az elkövetés, így ide állítottuk elő az elkövetőt. A térfigyelő rendszer napjaink egyik legmodernebb formája az emberek biztonságának érdekében. Természetesen nem csak a rendőrség, hanem a tűzoltóság, a mentők és a katasztrófa védelem munkáját is segíti. Mert ők azért vannak, hogy mindannyian egy picit magunkénak érezzük környezetünket.